Ezen a kiállításon találkozott egymással két kor. Az egyik az ókor, és ebben a mitológia, a másik a jelen, és ebben a reklámok világa. Fáber Kovács Krisztián plakátokat használ fel arra, hogy megelevenítse a mitológia ismert lényeit. Igazából nekem az, hogy a plakátokkal dolgozom, és a újrafelhasznált anyagokból építkezem, ez egyfajta ilyen, mint egy reinkarnáció, az anyagoknak az újraéledése, az újra szerkesztése volt számomra az elsődleges szempont. A mitológia pedig olyan távol van ettől az egésztől, amit te is mondtál, amennyire csak lehet. És ez a kettőnek az ellentéte és az ütköztetése, ez volt számomra egy olyan érdekes szituáció, egy olyan érdekes szempontrendszer, amit így a képeken ki akartam használni. Az ember, ha gondol a mitológiára, egyfajta fenkölt érzés hatja át, miközben a reklámok világáról ez végképp nem állítható, hiszen az anyagiasság a fogyasztói társadalom egyik kiszolgáló lányáról beszélünk. Az egyik a kortalanság, a másik a pillanat terméke. Ott vannak ezek a plakátok, amik ugye hát gyakorlatilag egy-két hónapon keresztül kint vannak a falon, és utána leszedik őket, és jön a következő, és nincsen semmi olyan idézőjelbe fenkölt, vagy pozitív töltete, amit ugye az ember ugye mondjuk egy festménytől, vagy egy műalkotástól elvárna. És pont ezt a reinkarnációt szerettem volna így visszahozni a képekben, hogy van egy olyan anyag, ami igazából jelentéktelen, gyakorlatilag színek és formák, amiket használ az ember, mert ilyen szempontból, tehát hogy amikor újra használom ezeket, se betű, se szöveg, se semmi olyan felismerhető forma nincsen már a plakátból, amivel lehetne akármire következtetni ugye a plakátnak az összességéből. Ennek ellenére, mondja az alkotó, számtalan esetben inspirálódik az utcán járva, és nézve a hirdető táblák megtépet értékét, múlt világát. Én imádom ezt a destrukciós formát. Tehát amikor a plakátok így visszatépődnek, úgymond az időjárás viszontagságai miatt, néha olyan csodákat és olyan gyönyörű formákat és színeket tudnak produkálni, és olyan absztrakt kompozíciókat, amiket az életben nem tud az ember direkt módon utána csinálni a természetnek. És hát nyilván az ember megpróbálja visszaadni azt, amit látott, vagy azt, amit tapasztalt, de nagyon nehéz olyan véletlenszerű hatásokat létrehozni, ami szemet nyugtató, vagy szemet gyönyörködtető, vagy aki az absztraktot szereti, az annak tetszik. Mindenki máshogy használja, vagy máshogy értelmezi az absztraktot. Az egyik ismerősöm azt mondta, hogy igazából az absztraktnak nem az a lényege, hogy elé állj, és azt mondta, hogy hú, de szép, mert ott egy valami formát észreveszek, hanem egy olyan kiegészítő, egy olyan hangulatteremtő objekt, ami gyakorlatilag tényleg a hangulatot befolyásolja, és egy érzetet ad. Most mindenkinek, mivel hogy mások vagyunk, valaki a piros színt kedveli, valaki a lilát, valaki a rózsaszínt, valaki a fakók színeket kedveli, mindenkinek más hangulatot keltenek ezek a színek, vagy ezeknek a színeknek a kombinációi. És innentől kezdve értelemszerűen az absztrakt egy olyan szubjektív alkotás, vagy egy szubjektív fogalom, ami pont azért, mert nem látsz rajta semmit, mindig mindenki máshogy értelmezi. Fáber Kovács Krisztián restaurátori énje úgy teljes a saját bevallása szerint, hogy időnként szabadon szárnyalhat az absztrakt világában. Ez jelenti számára azt a kettősséget, melynek keretében kiteljesítheti önmagát.